Kurta kocsi vlog Klocsi vlog ja. hmm. Ide nézzetek, hogy milyen a párása Üveg éjszaka, első volt De olyan fül lett a levegő Hogy a kocsira ez, a Kocsira kicsapódott Ugyan a pára De Nem jön le Aha Az lejött De majd nem baj, mert csak át kell rajta dugni Hmm. Na, itt már, itt már trükk van, mert már véletlen töröltem egyet. Ugye, hogyha rákapcsolom a izét, akkor az és ugye, amikor jöttem haza, akkor is eső volt, és azért úgy maradt az ablak törlő, úgy, mint a világítás szokott. Ami nem olyan jó itt, mert ugye tönkre megy bele az axi hamar. Na, no, hát punyodó hétvége volt. Hmm. Nagyon, ugye nagyon sok a dolgom, és nem haladok vele, meg nem úgy, nem úgy haladnak a dolgok, ahogy én szeretném. Most ezt így nem akarok részletesen belemenni, ugye a Szabim is elment bizonyos dolgokra. A ö, 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 ezt ö, ne vegyétek zokon, hogy nem mindent osztok meg veletek. Nyilván a, ugye például tabu téma a munkahelyel kapcsolatos dolgok, legalábbis annak a, annak a részletei, meg a... hát nyilván amit el lehet mondani, azt elmondok, tehát nem titok, hogy hol dolgozom, meg, meg tabu téma ugye a magánélet, meg ezek is, és erre minden youtubert, főleg az ifjabbakat biztatni szeretném, hogy tekintsék így, mert hogy, hogy ugye a magánéletet, azt védeni kell, gondolok itt olyanokra, hogy biztos láttatok olyan balhékat, hogy például ismert youtubereket felkerestek a nézők, és zaklatták, tehát mert valamikor ugye jó fejség, meg izé, de ilyesmi. Tehát, hogy, hogy ezek mondjuk a szélsőséges példái, meg nyilván én nem vagyok olyan ismert, meg nem is, nem is, vágyom olyan ismertségre, de, de például a vlogok nem véletlenül a kuka mellől kezdődnek, hát nem nagyon látszik a kuka, nem véletlenül, most nem tudom lehúzni az ablakot, tehát nem, véle, nem, véletlenül a kuka mellől kezdődnek, mert, mert, mert ugye nyilván például azt nem mutatom meg, hogy melyik házban lakom meg ilyenek. Tehát a környéket természetesen, tehát ilyenek. És erre mindenkit biztatok, hogy, hogy nem kell magánügyeket így a, Mármint az olyan dolgokat, ami nem tartozik másra, nem kell így kiteregetni a YouTube nyilvánossága elé. Azért nekem is voltak egy-egy bebaszós lájvok, -ok, amik, amik ugye aztán vállalhatatlanná voltak, meg olyan dolgok elhangzottak benne, amiknek nem kellett volna nyilván. Ezeket nem is tartottam fönt a csatornán, mert ez nem a nyilvánosságra tartozik. Na és ezért ne haragudjatok, hogy ezt már múltkor is pedzegettem, hogy ezek a bizonyos elfoglaltságok nagyon sok időmet elveszik, és alig marad időm youtube -ozni. Most is hát nem mondom, hogy megkockáztatom, mert pont be fogok érni, de igen rövidre kell fognom, hogy ne késse kell, mert be kell érni a munkahelyre. Mert reggel, mire összekészülök addigra, már gyakorlatilag indulni kell. No, hétvégén voltam a Bakin nem vettem semmit, illetve csak zöldséget, egy gyümölcsöt, meg hú, uh, megláttam a fejteni való babot, és megvettem, de hát olyan fáradt voltam, egész hétvégén utána nem csináltam semmit, nem, nem alakultak a dolgok, meg ezért, Egyébként a bakin se jártam szerencsével, mert pont az, ugye az esős napon mentem, hol esett, hol elállt, a, pedig volt egy megbeszélt dolog, ami miatt mentem, de hát ugye rossz időben nem voltak ott, Amúgy nem ugyan nem csak ócskaságokat lehet kapni, hanem például én kinéztem egy kis bútort, amit így meg lehet rendelni, megfelelő színbe izé, de ott volt mintadarab meg tehát egy ilyen asztalos e, e, cég vagy vállalkozó. És ugye hétvégén kim vannak, és akkor ez és e, meg akartam dolgokat, de hát ugye szombaton nem voltak ott, vasárnap, meg én voltam olyan fáradt, hogy egyszerűen nem mentem ki. De nem baj, mert múlt hétvégén kértem tőlük. E, mi a fenét, uh, név egy kártyát, és így akkor föl tudom őket hívni. No. Mm, oh. Úgy punyadás volt, egész hétvégén nem csináltam semmit, még a bableves se főztem meg, hát szerintem ma este fogom megfőzni. Aztán, aztán ami fontosabb, hogy uh, csillog a szemüveg, ami fontosabb, hogy ugye akkor uh, most hétfő reggel van, szerintem ezt mindjárt fel is töltöm, és akkor így el, el is mondom, hogy a főcsatornán élő Élő live lesz, ahogy Bartos mondaná, tehát élő adás holnap. Ugye beszélni fogunk megint a clickbétről, mert azt hiszem már egyszer beszéltünk róla. Beszélni fogunk az ócskázásról, és beszélni fogunk, ami már egy most így a közhangulatban, meg a közbeszédben lecsengett. De egy vagy két hete volt új hír, de viszont aktuális, mert hogy ugye hát ez nyilván egy folyamatban levő dolog, hogy a MÁV és a Volán egyesítéséről, meg az ilyen, ilyen regionális közlekedés szervezési dolgokról, úgyhogy ezek a tervek az élő adásban. Én meg most neki fogok lassan indulni. Azért nem tudom azt normálisan megmutatni a kukát, ugye az is párás, de viszont letekerni meg nem tudom, mert nézzétek meg így van a... hogy van, így van a E, ablakemelő, megint, megint nem működik. Amikor már megfújgottam kontaktsprével, akkor egy darabig jó volt, hogy a jobb oldali az, az, nem nagyon megy, és csak úgy megy, hogyha kicserélem, ugye azért van ez kihúzva, meg kicserélem a kábelt, és akkor le tudom azt is, meg tudom engedni, e, így használom most, e, és aztán majd elmegyek, kipattintom, azért elég nehéz kipattintani, de ki lehet szedni, múltkor már sikerült, ugye amikor megfújkodtam kontaktspray-vel, akkor is úgy csináltam, de majd kipattintom, azt elmegyek a Suzuki boltba megmutatni, hogy egy ilyet kérek, és akkor, és akkor működni fog a történet, csak hát a Suzuki bolt is messze van, meg tehát idő, idő az egész, nem hiszem, hogy ilyen, olyan nagyon drága lehetne ez a kis bizbasz, de ha valakinek van elfekvőbe jó, akkor szóljatok. <laughs> Csak ne kelljen érte messzebb menni, mint a Suzuki bolt, mert akkor nem éri meg. <laughs> Na, uh, hát ez van. Ugye most nincsenek videók igazából, csak ezek a kocsi vlogok a vlog A live-ot azért tartom, és akkor hát talán már nyár végére utolérem magam. És akkor, akkor talán majd tudok néha alkotni valamit. Hmm illetve hát majd és erről majd akkor live is beszélünk hogy egy bivaj rétet ha nem jön vissza a vírus helyzet akkor, akkor így ősszel megejtünk hogy akkor e, legyen meg a személyes kontakt is már annak aki ezt igényli na jó, én a lovak közé csapok mert vár a munka e, köszönöm, hogy ebben a céltalan vlogolásban is továbbra is velem tartotok most csak erre van <laughs> kapacitásom, nem azt mondom, hogy lehetőség, mert lehetőség az mindig van, csak ennyit bírok. Mm, na, holnap live, live, élő, élő, egyenes adás, azt az egyet, azt, azt most már nem adom fel, a havi egy élő, az meg lesz, ha más tartalom nem is a főcsatornán. Na, sziasztok, csüssz, eltakartam a pofámot a kezemmel, ahogy integettem.